Zala megyei Vadászszövetség, az Országos Magyar Vadászkamara Zala megyei területi szervezete és a Zalaerdő ZRT szervezésében került sor a zalai vadászok ünnepélyes vadászati évadnyitó rendezvényére Soholláron. 25 évvel ezelőtt a Zala megyében tartották az első vadásznapot, amit szerencsére azóta már minden megyében átvettek, és hagyományokkal rendelkező rendezvény sorozattá vált országszerte. Azt gondolom, hogy ha valaki Zala megyébe érkezik, akkor és egy picikét természetjáró ember, akkor meg kell, hogy ismerje a Zala megyei vadászati hagyományokat is. Ennek állít emléket ez a vadászati évadnyitó. Ilyenkor a Zala megyében működő vadásztársaságok még egy utolsó alkalommal összejönnek, ugye a valós szezonnyitás előtt. Több ezer ember ismerkedhet meg a vadgazdálkodással. Azt gondolom, látva a sok gyermeket, családot, hogy ez a legjobb, amikor vissza akarunk térni az erdőhöz, a természethez. A vadászat is, a vadgazdálkodás is ennek része. És ez is egy eszköz arra, hogy egy kicsit visszamozdítsuk az embert a természethez és a gyökerekhez, és ha jók a gyökerek, akkor tartamosabb lesz az élet. A hét vezér emlékhely koszorúzásával és a vadászok emlékfájánál való megemlékezést követően a Hubertus kápolnánál dr. Márfi Gyula veszprémi érsek celebrált szentmisét. Isten az embert nem izoláltan akarja üdvözíteni, és nem is izoláltan önmagában nézi, hanem a környezetével együtt, a fele barátaival együtt. Nagyon érdekes, hogy amikor a vízözön után Isten szövetséget köt Noéval, azt olvassuk, hogy nézzétek, szövetséget kötök veletek, és utánatok utódaitokkal, és minden élőlénnyel, amely veletek van, a madarakkal, a háziállatokkal, és az összes mezei vaddal, ami kijött a bárkából, és a föld minden állatával. Ilyen furcsán hangzott nekem még gyerekkoromban, és most meg annyira tetszik, hogy Isten az embert a teremtett környezetével együtt szereti. És azért mi sem szeretjük a Jóistent úgy, ha az általa teremtett világot, a természetet például nem szeretjük. A zalai vadászati évadnyitó kiemelkedő és megható része volt az ünnepélyes vadászavatás. Nagyon fontos az, hogy ezek az újonnan belépő vadászok, ezek a fiatalok érezzék azt, hogy egy közösségnek egy része, érezzék azt, hogy feladatuk és felelősségük van abban, hogy a vadászati hagyományokat megőrizzék, ápolják, a vadászati kultúrának a részei legyenek ők is. Hát igen, az emberbe átértékelődik az egész. Ugye gyerekkorában az ember nem tudta, hogy ennek ilyen komoly háttere is van. Az ember nagy felelősség hárul elbírálni a vadat, megismerni a vadat. Nehéz, igen, nehéz. Ez egy óriási felelősség. Ez az avatás hozzásegíti az embereket, a vadászokat a vadásszá, és nem a puskás emberi válássá. Nem egyesével, hanem együtt tettek fogadalmat. Ez is mutatja, hogy egymásban tudnak majd bízni, és a vadászat is úgy jó, ha van társaság, vagy előtte, vagy utána, de lehetőleg közben is. Nem titkolt szándékunk az, hogy széles tömegeket ide vonzunk. Tesszük ezt azért, hogy elmondjuk magunkról azt, hogy nem csupán a vad lelövése a vadászat, hanem annál sokkal több, és ezt itt azt hiszem a mai nap folyamán jól megtapasztalhatjuk. A Mecsekerdő ZRT szervezésében Sarlós pusztán került sor az erdőgazdaságok közötti vadász-lövész verseny záró fordulójára, az első FM kupára. A Sarlós pusztai lőtéren megrendezett egésznapos programot Ugron Ákos Gábor, állami földekért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg. Kedves kollégák, tisztelettel köszöntöm mindannyiutokat a erdőgazdasági lövészverseny ezen stációján, az első úgynevezett FM kupán. Örülök, hogy ilyen szép számmal, információk szerint rekord létszámmal tiszteltétek meg ezt az eseményt. A Mecsekerdő ZRT megtiszteltetésnek érezte ezt a feladatot, hogy az első FM Kupa erdészvadász versenyt megrendezteti, és bízunk benne, hogy a tulajdonosunknak, az FM-nek is, illetve a társ erdőgazdaságoknak is egyrészt tetszeni fog a verseny, másrészt pedig eredményes lesz minden tekintetben.
Mi nagyon örülünk neki, hogy ez az első FM kupát megrendezésre kerülhetett. Nagyon köszönjük a Mecsekerdő ZRT-nek, aki ezt ennek a szervezését biztosította, és hozzáadta az anyagi és szakmai feltételeket. Ez mindig jó alkalom, nem csak azért, mert gyakorolhatja magát az ember a hivatásában, és azért hozzátartozik a puskahelyes gyakorlata, a lőkészség, hanem hát összejövünk 95-en szakemberek az ország minden részéről, kicserülődnek a gondolatok, a szakmai tapasztalatok is ilyenkor. Amit a hivatásos vadászok csinálnak, hogy a fegyver egész évben forgatják, nem csak a szezonban, az minden vadásznak a javára válhat, egyrészt biztonságosan kezeli a fegyverét, nem teremt balesetveszélyes helyzetet, valamint ugye adott esetben egy-egy lövéshez jutnak évente nagyon sok vadász, hogyha az a lövés sikeres, akkor nagyon jó szájézel, kellemes befejezése van a vadászatnak, ha az a lövés mellé ment, akkor már kicsit rosszabb kezdjük lehet, illetve nem alakul az eredmény se úgy, hogy szerették volna, esetleges sebzés esetén még további aggodalmak is vannak, amik azért a vadászoknak sajnos sebzés esetén kerülnek. Amikor beállunk a lőállásba, alapvetően van egy vizsgadókszerűsi idegállapot, ami egy ilyen fokozottabb idegállapot, nem tudjuk, hogy mi következik illetőleg, hogy milyen formában vagyunk aznap. Mindenkinek van egy meghatározott bizonyos tudásszintje, vannak jobb koronglövő napok, rosszabb koronglövő napok, és ennek függvénye. Hova szeretnétek kerülni, úgy mégis nagyjából mi az elképzelés, a terv? Hát reméljük, hogy első 10-be, hogy beleférünk, mire mink. Hát olyan úgymond válogatott vagyunk, de a magyar sportlövőknek igen sok tehetsége van. Nagyon fontos az, hogy valakinek egy bizonyos gyakorlata, tudás szintje legyen, a második pedig az, hogy mentálisan föl tudjon készülni. Nagyon fontos az, hogy verseny előtt megfelelően kipihenjük magunkat, rákészüljünk fejbe mentálisan, és a gondokat, a telefont felejtsük el, kapcsoljuk ki, és csak a versenyzésre koncentráljunk. Ez szerintem a legfontosabb. Ez egy kikapcsolódás, pihenés és igen nagy gyakorlat a vadászatra. Megbeszéljük, amit látunk, ha egymásnak probléma van a lövésével, illetőleg motiváljuk egymást viccelődéssel, valamikor kicsit leszúrással, de ez mindig arról szól, hogy jobb eredményt érjünk el közösen. Ezeken a versenyeken, ebbe a társaságban ez egy bevett szokás, és hát a cinkelés az mindennapos dolog. Igazából mi mindig örülünk egymás sikeres találatainak, de azért egy pici irítség az mindig van benne, hogy cinkeljük, piszkáljuk egymást. Elsődleges ilyenkor a szakma, hogy barcognak-e már a vikák, bőgnek-e már a gímek, hogy sikerült az üzekedés, ezt mind megbeszéljük. Úgyhogy ez egy nagyon jó rendezvény, nagyon sokat jelent, mind a mellett ugye, hogy csiszoljuk is a tudásunkat, ami egyébként is nagyon sokat jelent egy hivatásos vadász életében, hogyha ha jó kezeli a fegyvert, mind a saját épsége érdekében is, mind pedig a cégének az eredményessége érdekében, mert bizony azért egy-egy bika, hogyha ha elsántikálna, és nem bírnánk meglőni, akkor az súlyos pénzveszteség is lehet akár. Sok olyan vadász van, aki igazán csak a vadász szezonban veszi elő a fegyvert, miközben kell lenne egész évben gyakorolni. A harmadik helyezett 648 ponttal a mai napon Észak-Erdő ZRT Hajzer Szabolcs. A második helyezett nagyon szép eredménnyel 652 ponttal Dobos József. Tudom, hogy ezért sokat fogok kapni. Nem lövök ilyen jó, de az összes kollégám írta az eredményt, tehát köszönöm nektek. Hát a mai napon 658 pontot sikerült elérnem. Csapat eredményekkel
folytatnánk, és harmadik helyezett lett a mai napon 2352 ponttal a Gemen ZRT csapata. 2440 ponttal második helyezést ért el az Északerdő ZRT csapata. És ismét köszönet illeti kollégáimat és az írnokokat. 2475 ponttal első helyezést ért el a Mecsekerdő ZRT csapata. Kezdődik akkor a szezon a szarvasbőgéssel. Mindenkinek munkája lesz, azt hiszem, aki itt versenyzett. Ehhez mindenképpen kitartást és remek élményeket kívánok. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm a szervezőknek, hogy itt voltak, köszönöm a vendégeinknek Szlovákiából, hogy eljöttek és együtt sportoltak velünk. Köszönöm, hogy megmutatták, hogy lehet hova még fejlődni. Azt gondolom, a kihívás mindenkinek jót tesz. Ilyen módon a mai napot ezzel be is zárnám. Köszönöm szépen! A Bakonyerdő ZRT és a Kelet-Magyarországi Ebbtenyésztők Egyesülete immár másodízben választotta a Sárosfői Vadászháznál található páratlan környezetet a juhász és pásztorkutyák kiállításának helyszínéül. Nagyon jó a környezet, mert az is fontos, hogy a kutyás embernek egy megfelelő igénye van. Ugye, hogy legyen helyhez közel kis elhúzódó árnyék, tehát ne zavarja a többi kutyát, az embereket. A másik, ami nagyon fontos, hogy kocsival érkeznek ezek a tenyésztők, és abban van mindenük. De itt, ha körbenézünk, itt majdnem a kör mellett van a kutya, tehát ha légkond is meleg van, be tudja tenni üdítőt, ásványvizet tud a kutyának vinni. Tehát minden feltétel adott, hogy egy kiállítást, egy szabadtéri kiállítást itt rendezzünk, és akkor nem is beszéltünk még a háttérről, ami hát itt nyári vonatkozásban egy nagyon gyönyörű dolog. Nagyon jó felépítésű, jó erős csontozatú komondorok, nagyon jó pigmenttel, KK fogazattal, erőteljes fogazattal. Szukáknál nem jellemző ez az erőteljes, mind a kettőnek nagyon jó széles fogívvel. Nagyon mutatós kutyák, ő ugye nem nagyon mutatta magát, tehát ez a mozgás, ez nem jó. Úgyhogy ezt gyakorolni kell, és emiatt a mozgás miatt ma ő a kitűnő egy cac, és kitűnő kettőre cac. Gratulálok! Hogyha megkeresnek egy ilyen kéréssel minket, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésre, és segítünk a település önkormányzatának egy jelentős anyagi terhet átvéve megrendezni egy ilyen versenyt, és úgy gondolom, hogy munkatársaim is szívesen jöttek ide segíteni, szívesen jönnek nézelődni, érdeklődni, hiszen majd mindenkinek az erdőgazdaságnál van kutyája. Ugye ennek a kutyának bírálatkor ugye nem igazándiból szép lenne megharapni a bírót, bár az a puli, amelyik igazából őrzővédő dolgokat folytat otthon, azért azt nem engedi, az egy csíp alap. Tehát így meg kell tudni mutatni fogát, megvan minden foga, ezt megnézi a bíró, megnézi a szemét, egyiket, másikat, és hogyha esetleg kan lenne, akkor a herét is, de ugye ez szukernek nincs. És utána a szőrzetében összeállítását, hogy néz ki, elfeljedve akarsz. Ma már nagy a kísértés a fiatal nemzedék iránt, több, mint a mi időnkben, hogy én negatív értelemben gondolok, és hagyd ne soroljam ezeket föl. De hogyha elkötelezi magát egy ilyen 7-8 évesen egy kutyatartásra, először is a gyerek fejlődésében, jellemében nagyon sokat fog jelenteni, és kialakul benne egy kötelességtudat. Meg egy élő lény lesz a társa, aki nagyon sok örömet fog okozni, és igaz, hogy nem egy hosszú élő, általában 10 évig él egy kutya, de az embernek, ha egyedi kutyát tart, mint kedvencet, akkor azért egy 6-8 kutyát el tud tartani, és ezek az élet periódusának egy olyan értéke lesz, ami öregkorban szívesen fog visszagondolni rá, hogy mit adott ez a kutya neki életébe.
Milyen szép benne? Mi ragadott meg ebben a fajtában? Benne? 7 éves korom óta vannak kolliáim. Örök szerelem. Az Országos Magyar Vadászkamara Fejér megyei területi szervezete és a Sárléti Egyetértés Vadásztársaság szervezésében került sor a 23. Fejér megyei vadásznapra. A hagyományőrző rendezvény idén közel 3000 látogatót vonzott alaptelepülésére. Van egy társadalmi réteg, vannak elhivatott személyek, vannak elhivatott őseiktől örökölt ösztöneik alapján vezető személyiségek, akiket összeköt a szenvedély. És ez valóban az a vadász szenvedély, amiért mi idejövünk, együtt vagyunk, és tapasztalatokat cserélünk, elbeszélgetünk egymással, és örülünk, hogy kezet foghatunk vadásztársainkkal. És öröm az, hogy mindig van egy vállalkozó társaság, egy közösség, aki helyt ad ennek a rendezvénynek, és köszönet nekik. Nekem egy még Csákváron, a szülőfalunkban megfogalmazott körülmény jut eszembe, amikor azt mondták, hogy ha a vadász kimegy a természetbe, akkor egy templomba érzi magát. És itt is, ha körülnézünk, a körülmények olyanok, hogy a templom oszlopai a fák, mennyezete az égbolt, szőnyege a tarka rét, freskói pedig csupa élő képek, a természet ezerszínű arca. És mi oda járunk minden nap. Egyet azonban tudomásul kell venni, hogy ebben a templomban, kedves vadásztársaim, az oltárképet azt közösen kell alakítanunk. Közösen kell összefogjunk ahhoz, hogy a következő 20 évet is meg tudjuk alapozni, és tudjunk haladni a kijelölt úton. Az ünnepélyes megnyitót követően kezdődött meg a kitüntetések átadása, majd a Hubertus mise celebrálása. A családokat pedig vadételek főzőversenye, koronglövő bajnokság, íjászat, vadhintózás, valamint kézműves kirakodóvásár fogadta. Az elmúlt 23 vadásznapi rendezvényből én úgy érzem, hogy ez a legcsaládiasabb jellegű, és ezt én úgy érzem, hogy szükség van erre is, tehát nem mindig a nagy protokoll és a nagy programok, hanem a szűkebb, egyszerűbb, és a térséget is jellemző programok jelennek meg ezen a vadásznapunkon. Fontos volt az, hogy a Fejér megye déli térségét is egyszer célpontként jelöljük meg. Itt is ugyanolyan emberek élnek, mint máshol, de valahol mégis a földtulajdonos és a vadászok közötti kapcsolat más élő kapcsolat, mint egy északi részen lévő földtulajdonosi közösségeknél. Úgy gondolom, hogy mindenképpen jó ez a környező vadásztársaságok és a megyei vadásztársaságok kapcsolata egymás között, ettől csak javulni fog, hisz itt egy komoly tapasztalatcsere történik, vadászat és barátság terén egyaránt. Valamint itt vannak köztünk a földtulajdonosok, akik szintén a jobb kezünk, úgymond, és hát velük együtt töltjük ezt a kellemes napot, megfelelően kialakított kellemes és jó programokkal. Arra törekedünk itt Fejér megyében, hogy ne váljon unalmassá, megszokottá a vadásznap és ahhoz kapcsolódó rendezvények. Ezért aztán igyekszünk mindig a helyszín megválasztásánál is váltani. Két-három évig vagyunk általában egy helyen, és akkor mindig tovább állunk azzal a céllal, hogy máshova is vigyük el a programunkat, mások is ismerkedjenek meg a vadászattal és az ahhoz kapcsolódó kulturális és szakmai programokkal. És hát azért is vagyunk itt, annál is inkább célszerű volt ezt a helyszínt választani, mert itt évek óta nagyon komoly helyi vadásztárság által szervezett vadásznapok és falunapokat tartottak, ami annál is inkább jó, mert a falunapra a civilek is eljönnek, olyanok, akik egyébként lehet, hogy vadászokkal nem találkoznának, nem ismerkednének, de akkor mindenképpen eljönnek családostól, és ez egyfajta ilyen ünnepé vált itt, ehhez nagyon aktuális volt, hogy becsatlakozzon a megyei vadásznap is.
vadásznapon számos program lehetőség mellett sor került a Sárréti Egyetértés Vadásztársaság alapításának 60. évfordulóján felállított emléktábla megkoszorúzására is. A programok szélesedtek térségi szintre. Nagyon jó, hogy megjelenik az egy napra engedélyezett lőtér, ami nagyon sok versenyzőt vonz, és mellette közel 30 főző vesz részt, aki versenyszerűen főzi az ételeket a nagy közönségnek. Ugye azt szokták mondani, hogy ha sikert akarsz elérni, akkor kutya és gyerek legyen. Nos, hát a kutya az elődens, hogy a vadászok mellett legyen, és az pedig nagyon is aktuális dolog, hogy a gyerekeket már ilyen kiskorban is hozzászoktassuk a természet szeretetéhez, egyáltalán a természetben való eligazításhoz, annak a törvényeinek a megismeréséhez, és az így reméljük, hogy amikor majd felnőnek, akkor talán kevésbé lesz olyan gond, hogy szemetelünk, hogy törünk, zúzunk, mint ahogy ma még sajnos tapasztalunk ilyen az erdőben. Mindenképpen a társadalomnak egy nagyobb elfogadottságot kéne, hogy tanúsítson a vadászok felem. Úgy gondolom, hogy a vadászok nem ölnek, vadászok valamilyen szinten egy szervezett vadászatokat végeznek, és a főszerepük az az állomány szabályozás, ami mindig is volt és lesz is. És én remélem azt, hogy 20 év múlva ezt a szervezett vadászat szabályozást, vagy vadszabályozást jobban el fogják majd fogadni, mint most, mert most egy kicsit kettőség van bennünk, hisz nem mindenki fogad el bennünket úgy, ahogyan kéne, és én úgy gondolom, hogy aki ilyen rendezvényen részt vesz, és látja, hogy ezek az emberek éppen halandók, mint bárki más, sőt, sokkal szimpatikusabbak és kedvesebbek és odaadóbbak, akkor ebből csak a pozitív dolgokat kéne leszűrni, és másként elfogadni bennünket. Szeretném megköszönni az összes vadásztársamnak és ismerősnek és a könyvei társaság tagjainak, akik ebben a rendezvénynek a létrehozásában segítettek bennünket és támogattak bennünket. Én úgy gondolom, hogy jó irány volt, ez mindenképpen szerencsés volt, és minden köszönet megilleti őket. A jövőt illetően pedig mindenképpen azt javasolnám mindenkinek, hogy egyáltalán benne, hogy menjenek el és tapasztalják meg azt, hogy milyen egy ilyen rendezvény. Emellett pedig, aki a vadászatot úgy, mint sportot is szereti, azt mi itt nagyon szívesen látjuk alapon bármikor, és akkor ugyanezt a kiszolgálást, ugyanezt az ellátást fogják tapasztalni, amit most itt a vadásznap alkalmában. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy ember, állj meg, nézd a természetet, és legyen hatással lelki életedre. Nézd és érezd a szépség felemelő csodáját, amelyik az a természet nyújt, amelyért mindannyiunknak sokkal többet kell tennie. Játssz velünk minden hónapban! Válaszold meg a kérdésre a választ a www.huntrophy.com vadászati közösségi oldalon, a kvíz menüpont hazai vadász játék oldalán, és nyerj értékes nyereményeket! E havi kvíz kérdésünk: milyen vadászkutyák láthatók Strobl Alajos szobrán? 1-es agarak, 2-es angol kopók, vagy 3-as erdélyi kopók? Ebben a hónapban is a Blázer Magyarország Kft. Által felajánlott értékes termék kerül kisorsolásra a hazai vadász vízkérdésben helyesen válaszoló felhasználóink között. A műsort támogatja a www.grube.hu, a minőségi vadász és turisztikai felszerelések boltja. A műsort támogatta a Blázer Magyarország Kft. Szenvedéllyel a vadászatért. A műsort támogatta a Diana Vadász Felnőtt Képző Alapítványi Szakképző Iskola. Hagyomány és érték a 21. században. A műsort támogatta a Nimród Vadász Újság. A műsort támogatta a Diana és a vadászoknak filteres tea gyártója, a Gyógyfű Kft.
A műsort támogatta a Magyar Mezőgazdaság piacvezető agrárgazdasági hetilap és annak állandó havi melléklete az Erdőgazdaság és Faipar. A műsort támogatta a Bolyhos Pálinka. A műsort támogatta az Isuzu D-Max importőre, a Wallis Automotive Europe. A műsor támogatója a Hubertus Kft., a Vadász Iskola tankönyv kiadója. www.hubertusvadásziskola.hu